Az Egyvérből vagyunk alapítvány által felkért ultrafutók egy 740 kilométeres távot teljesítettek, részben futva, részben kerékpárral Bonyhádról indulva. Erdélybe érve több gyermekotthonba is befutottak a résztvevők, ahol nehéz sorsú gyerekekkel találkoztak, akiknek sportcipőket adtak át. Az első napon egészen Hódmezővásárhelyig terveztek eljutni a felkért sportolók. Másokon segíteni nagyon jó. Azzal is tudtok másokon segíteni, például, hogy most csatlakoztatok hozzánk, de tulajdonképpen magatokon is, hiszen a futás nagyon egészséges. A jótékonysági esemény idén 740 kilométer lesz, innen rajtolunk Bonyhádról, Bajáig futunk ma egy maratont, és onnan Hódmezővásárhelyig kerékpárral teljesíti a 4 felkért ultrafutó a mai napot. A programsorozat részeként szervezett véradáson is nagy számban vettek részt. Az ország véradói itt vannak közöttetek. Angela kérdezte, hogy hányan adnak vért és miért ennyire fontos. Nagyjából évente olyan 240 ezer ember az, aki rászánja magát véradásra. Van, aki egyszer, van, aki többször. És ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ország betegei biztonságban legyenek. Bonyhád városa kiemelt rendezvényként tekintett a mai napra, nagyban támogatta annak létrejöttét. Már reggel korán egy nagyon széleskörű összefogásnak az eredményeként a Percel Kúria parkjában több százan gyűltünk össze abból a célból, hogy az Egyvérből vagyunk futás, jótékonysági futásnak a rajtját közösen éljük meg. Ez a kezdeményezés gyakorlatilag magába foglalja az adományozást, a jótékonyságot, a véradást, a sportot, hiszen egész Bajáig futnak a legügyesebbek, és természetesen a nemzeti összetartozást, az összefogás erejét is. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a immáron 9. alkalommal megrendezett jótékonysági futásnak a rajtja az ebből az alkalomból idén Bonyhádról indult. Nagyon sokan voltunk, sokat készültünk erre, hogy megmutassuk, hogy mi egy jó cél érdekében Bonyhádon mindig igyekszünk összefogni, és ez így történt ma is. Nálunk a Városházán azért a csapatban dolgozunk, mindig megosztjuk a feladatokat. Alpolgármester úr vett részt a futáson, valahol most éppen teljesíti a távot, én pedig a véradásban tudtam részt venni, és nagyon örülök annak, hogy az is nagyon sikeresnek mondható, hiszen amíg én ott tartózkodtam, már több mint 20-an adtak vért a mai napon. Gyakorlatilag ennek a figyelmen felhívására van a legfontosabb hangsúly ezen a napon. A jótékonysági programot Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáját felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője is támogatta. Ő is rajthoz állt. Tavaly, amikor Angélával közösen szerveztük, illetve mellé jártunk és futottunk is kiskörösön az első napon, akkor mondjuk volt egy nagy vonzerő, mert a Soltvadkerti fagyizóig akartam én elfutni, és egy hatalmas fagyival jutalmaztam magam, de akkor elterveztük azt, hogy a következőt csináljuk itt Bonyhádon, hogyha már évek óta ebben az akcióban is, és más jótékonysági akcióban közösen dolgozunk, akkor legyen a városnak is egy ünnepe ez a futás. És ahogy már szó volt arról, a nemzeti összetartozás érzésének a megerősítése az egyik feladata ennek a futásnak, a jótékonykodás és a véradás mellett, és ez semmivel sem lehet jobban megtenni, mint a közös sportolással. A futás a Gyergyószárhegyi emlékműnél ért véget, ahol a tatárdombon Böjte Csaba ferences rendi szerzetes várta őket. Ide a sportolók a hozzájuk csatlakozó több száz hátrányos helyzetű fiatallal együtt futottak be. Ezt követően pedig a helyszínen lévő 21 erdélyi gyermekotthon kis lakóinak még egy fesztivált is tartottak.